Nos, sziasztok srácok! Ebben a mai videóban összeszedtem nektek az összes exkluzív skint, hogy mi jelent meg eddig a játékban, akár legyen PlayStation-ös, Xbox-os vagy telefonos. Nagyon sokféle exkluzív skin jelent meg eddig, úgyhogy volt mit összeszedni, illetve van is olyan, aminek tudjuk a lejárati dátumát, úgyhogy érdemes lesz megnézni. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator kód beírásával, ami nem más, mint Ghost in Rider. Nagyon szépen köszönöm a támogatást! Kezdjük is a legrégebbivel, a Twitch Prime Pack 1-jel. Ugye ezt a csomagot nagyon könnyen meg tudtuk szerezni anno, egy Twitch Prime-ra volt szükségünk, amit ugye ingyen meg lehetett csinálni a triállal, ami a 7 napos ingyenes triált kapunk, és megkaptuk a skineket. Pontosabban ezt a két skin kaptuk meg, a baltát, illetve a glidert. Ez a csomag Season 3-ban jelent meg, viszont ezt követte a második csomag, ami Season 4-es volt. Itt már csak egy skint kaptunk, viszont a skin mellé jött egy emote is, egy táska és egy balta. Ez volt az utolsó Twitch Prime, ami megjelent, azóta egy se jött Season 4 óta. De vajon mi történhetett, hogy nem jött azóta Twitch Prime? Esetleg megszűnt a kapcsolat a Twitch és a Epic Games között? Érdekes. Minden esetre én bánom, hogy nem jön új Twitch Prime, ugyanis szerintem elég könnyen meg lehetett ugye szerezni is, meg is érte, mert rengeteg embernek van Twitch Prime-ra, szóval mindenki jól járt volna vele, még a konzolosok is. És szerintem már nem lesz több Twitch Prime. Ha eddig nem jött, akkor nem is fog. Ezeket a Twitch Prime csomagokat sehogy sem lehet már megszerezni. A következő a PS Plus csomagok. A PS Plusosoknak rengetegféle csomag jött, nem is tudom megszámolni már mennyi. A legeslegelső csomag ugye a Blue Team Leader volt, az is Season 3-ban jelent meg, elég ritka skin. Ezt követte a VR headsetes skin, a Blue Striker. Ezt követte a Prodigy, ugye az ilyen okostojás skin, amihez járt még egy számológép táska, és ezután jött a Carbon Commander. Szóval eddig a PS Plus-szal, akinek eddig volt, 4 skin tudott megszerezni, ez mellé jöttek ilyen apró csomagok is. Volt egy csomag, amiben egy zuhanás, egy csákányt, illetve egy glider tudtunk behúzni. Egy másik kis csomagban egy csákány, egy animált frapp, egy emotikon és egy bannerikon is jött. Úgyhogy kicsikét irigy is vagyok a PlayStation-ökre, azért rengeteg mindent kaptak szerintem már. Jelenleg csak a képen látható csomagot lehet megszerezni, a többit már nem. És gondolom, jönni fog még új PS Plus-os csomag hamarosan. És ha már a PS-ről beszélünk, ne felejtsük el a kódos skineket se. Ugye Royal Bumbert meg lehetett szerezni, ha veszünk egy PS4-et, de azóta megváltoztatták, ha már egy PS headsetet veszünk vagy egy PS kontrollert, akkor is megkapjuk a skint egy kód által. A legújabb PS-es skin, a Neo Versa, ugyanúgy működik, mint a Royal Bumber, hogy konzolt kell venni, vagy kontrollert, vagy egy PlayStation-os headsetet. A Neo Versa skint még egy évi be tudjátok aktiválni, vagy meg tudjátok szerezni, a Royal Bumberről nem tudom, szerintem lehet, hogy az is akkor fog lejárni. Fontos információ az is, hogy az ilyen skineket, mint például az Xboxosok vagy a PlayStationosok, bárki meg tudja szerezni. Ami azt jelenti, hogy ha megvan a kód, annyi a hátránya neki, hogy kell egy PlayStation hozzá, hogy beírd a kódot, illetve belépj az akkodba és megszerezd a skint, viszont ha visszalépsz majd a PC-dre, vagy akármilyen konzolodra, akkor már ott lesz a skin a lokkeretben. Úgyhogy ha esetleg Xboxos vagy PC-s vagy, de van egy PlayStation-os haverod, akinek van PS Plus-a, azzal megbeszéled, akkor belépesz az akkodba és megkapod a PS Plus-os cuccokat, úgyhogy érdemes beszerezni az ilyen dolgokat. Az Xboxosok jelenleg 3 skin tudnak megszerezni. Az első skin az Eon, ugye az Oblivion fehér változata, meg tudjátok szerezni, ha vesztek egy Xbox konzolt vagy egy kontrollert. A skin mellé jár egy csákány is és egy glider, persze meg V-Bucks is. A második a Dark Vertex, amihez jár csákány, glider és itt is V-Bucks is. Ugyanúgy konzolt vagy kontrollert kell vásárolni hozzá. És az Xboxosoknak a legújabb a fehér Spider Knight, ugye teljes mértékben ugyanúgy működik, mint az előző kettő. Szóval az Xboxosoknak ez a 3 skin elérhető jelenleg, bár kicsikét pofátlanságnak tartom azt, hogy mind a 3 skin egy item shop-os skin átszínezve, de hát az Epicről beszélünk. Ugyanúgy bárki beaktiválhatja ezeket a skineket, ha van egy kódja, ugyanúgy, mint a PlayStation-nél, hogy kell hozzá egy Xbox, beírod a kódot, ugye hozzáadod a PC-s akkontodat, és akkor PC-n tudsz játszani ezekkel a skinekkel. Ezeknek a skineknek sincs lejárati dátuma, legalábbis nem találtam róla információt, valószínűleg futni fognak még ezek is egy darabig, ugyanis ha belegondoltok, ugye konzolhoz adják ezeket a kódokat, és amíg nem fogynak el ezek a konzolok, addig ugye élnek a kódok. És most jöjjön a harmadik konzol, ugye a Nintendo Switch. Nintendo-ra csak egyetlen egy exkluzív skin jött ki, a Double Helix. Ez a skin már nagyon régóta elérhető, ugyanúgy lehet megszerezni, hogyha veszünk egy konzolt, ahhoz adják a kódot, amivel egy glidert, egy csákányt, illetve egy skin szerzünk meg.
Viszont az Epic most jelentette be, hogy Koreában bárki, aki vesz bármilyen Nintendo Switch-es konzolt, legyen az Lite vagy bármilyen verzió, ahhoz adnak egy Double Helix kódot. Szóval ez azt jelenti, hogy nem muszáj pont olyan konzolt venniük, ami Double Helix Edition-ös, ugye, hogy olyan kiadás, hogy adják hozzá a kódot, szóval bármilyen konzolt vehet az ember. De mint mondtam, sajnos ez csak Koreában elérhető, de kíváncsi leszek, hogy hányan vesznek majd Koreában ilyen konzolt, és adják el majd a kódokat hozzá, remélhetőleg jó sok kód lesz, és elég olcsó is lesz. Másik információm még erről a csomagról, hogy ha minden igaz, december 31-ig lehet megszerezni ezt a skint, úgyhogy azért is van ez a koreai kisöprés, hogy vigyék el a kódokat. Ez is ugyanúgy fog működni, hogy ha megvan a kód, akkor kell hozzá egy Nintendo Switch, hogy beírd a kódot, viszont a PC-s akkódra meg fogod kapni. A PC-s exclusive skin azért már egy viccesebb történet. Ugye ez volt az első PC-s skin, amit meg lehetett szerezni, ha veszünk egy Nvidia-s videókártyát. Ugye kaptuk a Reflex skint, a gliderét, a táskáját, a csákányát és 2000 V-Bucksot. Ezzel nem is volt gond, amíg az Epic fogta magát és berakta ezt a skint az item shopba. Ebből ugye egy hatalmas felháborodás is lett, hogy miért adnak olyan kódot a videókártyákhoz, ami nem is exkluzív, pedig úgy volt reklámozva, közben az item shopban megjelent 1200 V-Bucksért. Szerencsére az Epic fogta az adást, szóval kiadott egy vadonatúj skint, egy fekete Reflex skint. Szóval aki kóddal aktiválta be, az gyorsan meg is kapta ezt a fekete verziót, ugyanaz mint a zöld, csak full fekete és piros. Ennek a skinnek a promóciója biztos vagyok benne, hogy lejárt, ugyanis az Nvidia törölte az összes olyan Fortnite-os oldalt, ahol fent volt ez a promóció. Azt sajnos nem tudom, hogy olyan kódot be lehet-e írni, ami még nem volt beírva, vagy esetleg lejárt-e teljes mértékben, annyi biztos, hogy olyan videókártyát már nem lehet venni, amihez ezt a skint adják. És elérkeztünk hát a csúcspontra, a telefonos exclusive skinekre. Az első ilyen skin a Galaxy skin volt, amihez ugye glider, csákányt is kaptunk, meg maga a skint. Ugye ezt a skint a legújabb Samsung készülékekre kaphattuk csak meg, limitált ideig. Ugyanis a Galaxy skint már nem lehet megszerezni egyáltalán, sajnálatos módon, nem tudom, hogy vissza fog-e térni valamilyen úton módon, bár kétlem. A Samsung promócióban követte a Galaxy-t az Iconic. Ugye ezt a skint senkinek nem kell bemutatnom, főleg nem az Imotot, a Scannerio-t, szerintem mindenki ismeri. Ezt a skint sem lehet már megszerezni, ennek is lejárt már a promóciója, úgyhogy ez is leves. A legújabb Samsungos skin jelenleg a Glove. Az Epic volt olyan kedves a Samsunggal, hogy régebbi Samsung készülékekre is meg lehet szerezni ezt a skint, úgyhogy elég sok mindenkinek megvan jelenleg. A skin mellé egyébként kaptunk egy beépített emotot is, amit csak ezzel a skinnel lehet használni. Ezt a skint még jelenleg is meg lehet szerezni, viszont egy készüléken csak egyszer. Ugye jövő év elején jön majd a legújabb Samsung készülék, az S11, meg lehet, hogy egy vadonatúj promóció is jönni fog hozzá. A Samsung mellett a Honor is beszállt a buliba, szóval a Honor telefonhoz is lehet skint szerezni. Az első ilyen Honoros skin a Honor Guard. Ez a skin amikor megjelent, kóddal lehetett beaktiválni, ezért rengeteg ember meg tudta szerezni ezt a skint telefon nélkül. Viszont volt egy leállás, amikor nem lehetett megszerezni ezt a skint egy jó darabig. Viszont most újra elérhető ez a skin, viszont itt már kelleni fog hozzá a telefon, sokkal nehezebb legszerezni, mint annó régen. A másik Honoros skin a Wander. Ezt is ugyanúgy lehet megszerezni, mint a Honor Guardot, telefont kell hozzá, egy Honoros telefon. Jelenleg mind a két skint meg lehet még szerezni, lejárti dátumát nem találtam meg. De van egy olyan érzésem, hogy a Honor Guard hamarosan le fog járni, ugyanis már nagyon régóta bent van. Az előbb tévedtem, most jön el a csúcspont. A Merry Mint csákány. Ugye ezt a csákányt nálunk nem lehet megszerezni, csak külföldön, különböző GameStopoknál. Annyi a lényege, hogy ha vásárolunk a GameStopnál bármilyen Fortnite-os dolgot, kapunk hozzá egy Merry Mint kódot. Ezzel a kóddal ezt a csodálatos csákányt tudjuk megszerezni. Nálunk is lehet szerezni ilyen csákányt, ugye venni kell kódot hozzá, viszont elég drága. Egy ilyen Merry Mintes csákány kód 7-8 ezer között mozog, szóval aki nagyon akarja ezt a csákányt, akkor annak a zsebébe kell nyúlni elég mélyen. 8 ezer forintért egy Darkfire Bundle csomagot is lehet már venni, szóval ez a csákány nem is ér annyit szerintem, amennyit van, viszont limitált ideig lehet megszerezni, van is neki lejárati dátuma. A kis kártya hátlapján ott is van a lejárati dátuma, a kódok február 4-én le is járnak. Ami azt jelenti, hogy már csak 3 hónapunk van megszerezni ezt a csákányt, és ennek az ára nem hiszem, hogy lejjebb fog menni, inkább csak felfelé. Viszont csak óvatosan a vásárlással, mert ugye most jön pedig karácsony, karácsonyi dolgok lesznek az item shopban, és nehogy véletlenül az item shopba bekerüljön ez a csákány, mert akkor rengeteg ember bukni fog ezen.
Mert ugye a kártyán nincs feltüntetve az, hogy egy limitált csákányról van szó, és csak ezzel a kártyával lehet beaktiválni, az is meg lehet, hogy ez egy ilyen promóció, amivel hamarabb meg lehet szerezni a csákányt, mint hogy bekerülne az item shopba, szóval azért óvatosan ezzel a vásárlással. Mert meg lehet, hogy a csákányhoz jönni fog egy skin is, ami együtt be fog kerülni az item shopba, úgyhogy tényleg csak óvatosan. Például a legutóbbi hógömbös skin ugyanabba a setbe tartozik, mint a Merry Mint csákány. Ilyen kódokat egyébként tudtok venni a G2-on, viszont azért óvatosan a vásárlással jól nézzétek meg, hogy azért megbízható embertől vásároltok-e, de általában működni szoktak a kódok. Az is fontos, hogy olyan dolgokat adjatok meg, amihez nem kell account, szóval kódot vegyetek, ne ilyen accountot odadom, aktiváld rá a skint, meg ilyenek. Így a videó végére jó hír is, elértük a pontszámot, így mindenki meg fogja kapni az őszi wrappet. Jelenleg még senki nem kapta meg ezt a wrappet, december 6-áig mindenki meg fogja kapni, aki akkor játszott, amikor kellett. És egy kis rövidke nyereményjáték. Bárki, aki vásárol bármilyen karácsonyi skint az item shopban vasárnapig, az küldje el nekem Gmailben, annyi a lényege, hogy a kódommal vásárolja meg, illetve legyen feliratkozva a csatornámra. Vasárnap este 8-kor sorsolás, aki küldte nekem a képet Gmailben. Szóval csak akkor nyerhetsz, ha a kódommal vásárolsz, illetve fel vagy iratkozva a csatornámra. Egyébként a nyeremény egy gift lesz, bármit kérhet a nyertes az item shopból december 31-ig, akár legyen karácsonyos skint, 2000 V-Bucks-os skint, bármit. Az is fontos még, hogy a felhasználó neveteket is adjátok meg majd a kép mellé, szóval ha valaki megnyeri, akkor be tudjam jelölni a játékban. Sok sikert mindenkinek! Ennyi lett volna az a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Ghostin Rider voltam, sziasztok!